Szeretettel köszöntök mindenkit a Kölcsö utolsó előtti darma beszédén. megköszönöm a Mági bevezetőjét, és hallottunk egy kis klasszikust a négy nemes igazságot, illetve a négy nagyobb típusú és a négy kisebbnek mondott szenvedést. És ugye a Kölcsö mindenkinek elképesztő alkalom arra, hogy egy benső önvizsgálatot, hatalmas takarítást és egyfajta karma jógát hajtson végre. És most még nem is beszélek az egyébként nagyon vidám kóan interjúkról, ahol egy csomó minden történhet. Úgyhogy a bevezető után várom azokat a kérdéseket, amelyeket föl szeretnétek tenni. Többször elhangzott a bevezetőben, hogy az élet nem játék. Medvese, tudod. És a medvese. A medvese. Ez a kettő. Van még egy-kettő. Van még egy-kettő. Azt figyeltem meg a játékkal kapcsolatban, a játszó emberrel kapcsolatban, hogy egy olyan ö, önazonosságra képes a játszó ember, a játszó tudatállapotban lévő ember, amire egyébként nem, főleg a mozgásos játékoknál figyeltem ezt meg. Tehát valamilyen labdajáték, tehát valamilyen koncentrációt előhívó ö, dologban olyan arckifejezések, hangok, mozdulatok jelennek meg, ami mondjuk... a egyébként nem egy adott embernél, tehát egészen új embert lehet megismerni. Mi a játék? Mi nem játék. a színház az egész világ, tehát halljuk, hogy az élet nem játék, de valójában minden síva a tánca. Tehát minden játék. Csak ismerjük-e a játszót, és meg tudjuk el különböztetni a színpadot és a nézőteret, a rendezőt és a színészt. Tehát minden játék, mert történik. Mert az élet színpada az itt van. De ha nem tudunk komolyan játszani, amikor komolyan kell, és vidáman, amikor vidáman kell, ha nyegléskedünk, ha ripacskodunk, hogyha alakítani akarunk, és nem veszük komolyan a szerepünket, akkor ez a játék nagyon félremelt. Tehát a kreatív művészetek, az előadó művészet, mindenféle olyasféle tevékenység, ami megtanít a játékra, az megtanít az életre is. Nézd meg, hogy hogyan fejlődünk. Tehát az elején csak játszani szeretnénk. A gyerek csak azt akar, és néhány felnőtt is csak azt akar. És utána egyre komolyabban kell venni a játékot. Egyre inkább belemegyünk az ok és okozat megismételhetetlen, de mégis örökkévaló való pillanatába. És a játék nagyon komoly lesz, ahogy az inkarnáció vége fele érünk, mert látod, hogy egyre jobban rád zárul az ok és okozat harapófogója. És nem, hogy nem lehet a következmények elől elmenekülni, hanem pont a következményekből kellene egy újabb motivációt, egy újabb akaratvektort legyártani. Tehát a játék elképesztően komoly. Nem infantilis, nem nyegle, nem lehet arrogáns, elképesztően komolyan kell venni. És hogyan veszed komolyan? Nem úgy, hogy állandó komorságban vagy, hanem úgy, hogy az okés okozat látását sohasem hagyott figyelmen kívül. Így lehet komolyan venni, humorérzékkel együtt, néha lazassággal együtt. Tehát figyeljünk nagyon. És ez a figyelem az, ami segít komolyan venni az egészet. Ő, hogyha már a játékról volt szó a játékhoz, társak is kellenek. Kérlek, beszélj nekem a barátságról. Hát a barátság egy nagyon jó dolog. Van belőle kőolajvezeték, népek közt is megy, családok közt, emberek közt. A barátság nagyszerű. Mi egyebet szeretnél még róla hallani? Mi az, ami összeköti a barátokat? Hát talán a bizalom, ez a legelső. És a bizalmon túl egy csomó olyan minőség, ami ebből következik, és hogyha a bizalomvesztésbe következik, akkor ezek a minőségek is összeomlanak. A bizalom, a hit, a szeretet, ezek teljesen megfoghatatlanok, vagy működnek, és érezzük őket, vagy nem működnek, és rájövünk, hogy akármennyire próbáljuk racionálisan definiálni őket, vagy értelmileg visszafoltozni őket, azok, azok nem mennek. Vagy megvan, vagy nincs. És persze lehet fejleszteni, és lehet növelni, csökkenteni. Azt hiszem, hogy ha meg tudsz bízni a másikban, akkor abból barátság is lesz. Ha nem, akkor nem. A barátok például nagyon törődnek egymással. Három zenmester, cson és még két barátja elmentek a nemzet tanítójához. És egyszer csak megálltak pihenni, nemcson pedig egy kört rajzolt a földre. És azt mondta, ha hozzá tudtok szólni, menjünk tovább. Az egyik barát meghajolta a kör előtt, és Pukedlizett egyet. A másik pedig beleült a kör közepébe. Mire nem azt mondta. Na, ha ez így van, akkor nem menjünk tovább. Kérdés. Miért rajzolt nem Zen mester egy kört a földre? Második kérdés. Hol hibázott a két barát? Harmadik kérdés. Ha te lettél volna, ott hogyan válaszoltál volna? Nézzük meg a helyzetet. A három egyébként vonalvívő zenmester a nemzet tanítójához mentek, és hogyha a tudatuk nincs a helyén, Hogyha nem tudnak bizonyos darma minőséget prezentálni, akkor szégyenben maradnak. Nem csak ő, a szangájuk is. És éppen ezért nagyon fontos, hogy milyen tudattal jelenünk meg a nemzet tanítója előtt. Elhangzott a bevezetőben, hogy mi a szanga. A szanga az a darma alapú barátság. Teljesen mindegy, hogy az illető személyesen tetszik nekem vagy sem. Együtt gyakorlunk, egy ételt teszünk, egy levegőt lélegzünk, ugyanazt a vizet isszuk, és mivel közösen követjük ezt a formát, és közösen törekszünk a megvilágosodás elérésére, ez a dharma barátságnak az alapja. Lehet, hogyha innen kikerülsz, akkor soha nem akarsz róla többet hallani, de nagyon sok mindent látott már ez a dráma terem látta azt is, hogy esküt ellenségnek tűnő emberek bejöttek és barátokként mentek ki, vagy pedig olyan emberek, akik nagyon-nagyon cukipofának tartották egymást, kiderült a gyakorlatság, hogy hajaj, hát azért ez az még sincs úgy. Hát nem úgy önti a teát. Meg úristen, hogy eszik? Mint az állat. Tehát amikor ilyen tevőleges dolgok kiderülnek, és tapasztalat alapján tanulunk, akkor az emberről alkotott kép az végre, végre nem csak a magunkról fogalmazott állításokból áll. Azokból a projekciókból, amelyek nagyrészt semmit nem érnek. Hanem tényleges tapasztalásból, belsőből és külsőből egyaránt. És ez alapján igazi darma barátságot lehet kifejleszteni, amely nem a tetszés és nem tetszés duális minőségein alapozódik, hanem valami sokkal komolyabban. Tehát a meghaladó bölcsesség elérése és a felébredés gyakorlása ezen alapszik. Azt szeretném kérni, hogy segíts leleplezni azt az egyszerű pszichológiai játékot, hogy amikor szabad valamit, akkor igazából elmúlik a kíváncsiság. Tehát amikor lehetne kérdezni, íme akkor csak ülünk, és akkor akkora üresség van, és olyan tiszta tükörszerű tudat, mint <laughs> Én soha egyetlen gondolat sem ö, mozdul, nem hogy kérdője, hanem sem kijelentés és felkiáltás sem. És amikor meg nem szabadna, tehát ahogy ennek vége van, megint, ú, miért nem kérdeztem meg, és ó, el fogom felejteni, fölírom, de á, mindegy, ezt úgyis meg tudom válaszolni, majd jön a következő kérdés. Tehát hogyan, ö, a, a ugy, ugyanígy működik a drogokkal, tehát hogy a drogokat ugye legalizálnak, akkor kevésbé érdekelni a az embereket. Tehát hogy van ez, a, ha tiltott, akkor, euh, akkor, feszít, ha pedig szabad, akkor pedig elveszíti a fontosságát. Hogy működik ez a tudatban? Ez az akarattal és a változással van igen intim összefüggésben, és nem csak a drogokkal, a beszéddel, a kérdése. Minden, ami érzékszervileg fölfogható, kívül vagy belül, minden ilyen. Tehát miért nem találsz olyan népmesét, amikor a királylánt olyan egyszerűen a királylányboltban meg lehet venni, és akkor hazaviszed. Ha nem ilyen, tehát ilyen teszkó gazdaságos népmese nincs. Olyan van, hogy le kell győzni a sárkányokat, át kell menni az operencián, az üveghegyen, öregasszonyokkal kell beszélgetni az erdőszélen, tehát nagyon-nagyon sok próbatétel van, amíg a királylányt ugye a toronyból lehozod, és az se tűzoltó daruval, a fő kell érte menni. Kapuőr, meg minden. Tehát ez azért van, mert az akarat az az emberi erő alapvető megnyilvánulása. Tehát, hogyha nem tudnál akarni, akkor nem lennél erős. És hogyha nem lenne akadály az akarat előtt, akkor nem tudnál változni. Nem tudnád az erőhöz csatlakozó tudatosságot vagy információt újraírni, tehát magadat, mint embert újraformálni. Nézd meg, hogy hogyan születünk. Hát olyan helyekre vagyunk képesek születni, olyan testbe, olyan családhoz, olyan országba, olyan kultúrába, hogy elképesztő próbatétel csak az, hogy megérd a felnőtt kort. Több tízmillió gyerek van jelenleg is ezen a világon olyan helyzetben, elképesztő bizonytalan dolog az, hogy megérje a 18-20 éves kort, vagy előtte valami, vagy valaki elviszi, azt kész. És mégis. Ez a karma is fejlődni akar, emberi akar válni teljesen, fel akar nőni a feladathoz, át akar jutni a nehézségein. Az akarat az a van és a nincs között. A jó és a rossz között. Az elért és az elérendő között van. És hogyha már elérted, akkor keresünk valami mást, amit még nehezebb elérni, és akkor azzal még jobban bizonyítunk magunknak, másoknak, és olyan emberekké válunk, amik tényleg szeretnénk lenni. És ezt például a Korn során fel is használjuk. Tehát aki már volt az interjú szobában akár kétszer-háromszor, az tudja, hogy micsoda meló, a saját habitusodat gondolatilag, érzelmileg, fizikailag fölülírni, a bevezetőben is apostrofált kényelmi zónát elhagyni, és egy meghaladó bölcsességből származó, tiszta, tükörszerű tudatból megválaszolni a kont úgy, ahogy eddig magadat nem láttad. És mihelyt megvan, kapsz egy másikat. Amely nehezebb, mint az előző, ahol újra bizonyíthatsz, ahol emelt téttel játszhatsz, és amikor pedig évek hosszú munkája után bizonyos kapukon keresztül mentél, és lecsutakoltad magadról a sár nagy részét, akkor rájössz, hogy hát ez bizony nem a te elérésed, és akkor nem csak a tanítónak és a tanításnak vagy hálás, úgy hirtelen, 5 év, 10 év, 15, 20, 25, ez semmi, egyszer, hogy bekattan. Hanem akkor rájössz, hogy milyen felelősséget vettél magadra azzal, hogy ez a tiéd lett hogy ezt valahol át kell tudni adni, ezt valahol más emberek javára kamatoztatni kell, valahol már nem rólad szól a dolog, hanem hogy a körülötted lévő egész földnyi érző lények sokassága milyen tudatszinten él, és hogy te ebben milyen szerepet játszol, hogy visszahúzod-e őket, vagy éppen emeled őket, mit csinálsz. Tehát egyre nagyobb és nagyobb feladatokat szeretnénk, és ez teljesen rendjén is van. De ha csak magad számára akarsz bizonyítani valamit, az előbb-utóbb önpusztítássá válik. Mert nem lehet. Tehát olyan mértékben önképet formálni, amely ténylegesen hosszú távon kielégítő, biztonságot nyújt, megmaradsz benne, és még mások is szeretik ugyanezt az önképet, olyan nincs. Tehát ezért mondta a nagymester, hogy for all beings, minden lényért. Miért mondtam ezt a angolul? Volt egy fantasztikus tanítvány, akivel volt szerencsém együtt gyakorolni, Subong Sunyimnak hívták, sajnos nagyon korán eltávozott, és ha volt nagyon tragikus, nagyon váratlan haláleset uh, tanítványi körében, akkor az ő volt. Mindenki azt várta, hogy ő lesz az első számú utód. És erre a 90-es évek elején élete virágában egy interjún meghalt. Távol keleten, Bejön egy ö, fiatalabb tanítvány, és kap egy első szintű kérdést. ami hát, és utána adsz egy nagyon egyszerű, tágranyított választ, mi az, amit látsz, mi az, amit hallasz, mi az, amit csinálsz, nagy részletek ezt már tudja. Azt is tudjátok, hogy az első ütés után tanítási stílushoz híven azt mondja a tanító, hogy, és még, vagy angol only that, és bejön a tanítvány, Szubong megkérdezi tőle, mi a butha, Boom! És ez Szubong most azt mondja, korrekt. És előre vége. Ennyi volt. Nekem nagyon fontos volt ez fiatal zengyakorlóként úgy, hogy 91-ben együtt gyakoroltam vele, és 94-ben már nem élt. És én voltam a szolgálója az alatt az egyhetes szlovákiai elvonulás alatt. És fantasztikus volt vele együtt dolgozni. Mert hát ő volt az az zenmester, aki éjszakánként 500 leborulás, és végig nagy dárani, és éveken keresztül, és ma mentek mindenhova. Tehát az egyik első tanítványa volt amerikai-kínai vonalból. Tehát tényleg úgy nézett ki, mint egy ilyen igazi ázsiai arc, mert hát kínai volt a DNS, viszont havain született, és teljesen amerikai módon nevelkedett, úgyhogy ez az ázsiai kultúra és hagyomány is egy picit azért beköszöntett. Pont a jó hibrid, pont az, ami kellett. És kiszállt? Túlhúzta. Tehát túlhúzta a motort, és egyszerűen csak fedobta a hengerfejet. És óriási tanítás volt, pont akkor, amikor 94-ben oda tették a hamvakat a kolostor oltárára, és ott csak egyetlen egy megemlékező szertartás volt, de az akkor átütött, hogy csak na. És nekem akkor érett meg a, a gondolat, hogy tényleg szerzetesként szeretnék élni, és ott voltak az egyik legszeretettebb zenmester Hanvai az oltáron a kezdetben. És euh, egy pár gondolat azért megmaradt az első ilyen reflexióban, egy, te is ott végzed. Mennyi idő múlva nem tudod, de addig próbálj meg egy olyan körtbe járni, amely nagyjából olyan ívű volt, mint az övé, vagy az ő tanítójáé. Legyél valahol hasznos, mert ha nem vagy hasznos, akkor mi vagy? Akkor haszontalan vagy. Tehát mi a legnagyobb haszon, mi az, ahogy a leginkább tudunk használni ezen a Földön, hatni, alkotni és gyarapítani. Nagyon sokféle módszer van, de azt látjuk, hogy a darma nem megkerülhető. Valamilyen szintű darma, valamilyen szintű tanítás, valamilyen szintű felébredés, eszenciális, megkerülhetetlen. És szubong Sunyim, mint minden komoly gyakorló, egyszer engedét kapott a tanítójától arra, hogy egy száznapos elvonulást végigcsináljon. Ez nem egy kis játékos te a délután száz napig, hanem egy elképesztő kemény gyakorlat, és ezt mindig a tanítóval való előzetes egyeztetés után lehet megkezdeni, márha az ember tényleg azt akarja, hogy sikeres legyen megbeszéljük, hogy mit csinál, hogy csinál, hol lesz, mint lesz, utolsó szögig, és akkor a tanító boldog mosolyal elengedi, hogy mindent tudsz, most már csak meg kell csinálni. És kevés szabály van a száznaposon, de három van. Egy. Akkor kezded és akkor fejezed be, amire, amire egyességet kötöttetek. Nem hamarabb, nem később. Száz nap az száz nap. Kettő. Teljesen követed az időrendet. Tehát, hogyha összeomlottál, mert túl aludtad, mert szétfárasztottad magad, akkor fölállsz, és azon nyomban visszacsatlakozol, és csinálod az időrendet tovább. És három, minden, ami a tudatban megjelenik, az tűnjön is el. Tehát, ha bármit megragadsz a száz nap alatt, hogy ez én vagyok, hogy ez az én elérésem, ez az én személyem, ez az én tiszta önvalóm, ez azon nyomban a nyakadra tekeredik, megfolyt és véged van. Tehát minden, ami megjelenik, az tűnjön is el. El kell tudni engedni, ha magadra veszed, rádég, mint a kabát kész. És Szubong szünyém elképesztően jól csinálta, sok leborulás, sok mantra, ülés, minden, amit Sung San megegyeztek, fönn volt Amerikában, a hegyekben, Méghozzá egy olyan helyen, hogy olyan jó pár kilométert, a fáma szerint egy olyan 10-15 kilométert kellett menni a legközelebbi telefonfülkéig, amerikai filmekben lehet látni, hogy semmi közepén egy ilyen kis íves dobozka, és AT&T, és odamész, és bedobsz centeket, és hívsz. És ugye a 60. 70. nap környékén, amikor már tényleg nagyon-nagyon minden jól ment, Subong Sim úgy gondolta, hogy most már kétharmadán túl vagyunk. Ez most már tényleg gyerekjáték. Mi a frásznak töltsek föl még egy hónapot? Minek? Hát ez, ez evidens, hogy ez nekem megvan. Lebattyog a telefonfölkeig. volt ideje gondolkodni, felhív a a kontinens másik felén, és megkérdi, Sir, én itt vagyok, én csinálom az elvonulást, én nagyon-nagyon jól érzem magam, én ezt, da, 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 és minden megvan, és minden a helyén van, és se betegség, nem hiszem azt, hogy megvilágosodtam, az se, hogy nem. Tehát semmi gondom nincsen, semmi gond. Meg tudom csinálni. Miért csináljam végig? Minek? Azt az egy hónapot annyival jobban el lehetne tölteni valahol máshol. Mert a szungszászonyém ennyit mondott a telefonba. For all beings! Bam! Kész. Tehát minden lényért fejezd be. Nem magadért csinálod egyébként Sehát akkor mi van? Az akaratnak elképesztő ereje van, hogyha a szabályok megfelelőek, és nem fordítod ezt az akaratvektort magad ellen. Tehát a következetlenség nem improvizáció. A komoly talanság nem játék. Tehát a legnagyobb akaratgyengítés az, hogy te azt mondod magadnak, hogy végigcsinálsz egy 90 napos és közben nem. Vagy egy három hetest, és közben nem. Vagy megfogadsz egy szabályt, és nyegleségből, vagy akár szándékosságból megtöröd, és mit érdekel? Hülyeség. Nem az a probléma, hogy ez nem történik meg, hanem az, hogy az akaratod gyengül közben, és szétfolysz. És ez a szétfolyás, vagy akaratgyengeség, ez nem szabadság. Ez a szabadság félreismerése. Tehát, ha van módszer, amivel tényleg erősödhetsz, az az, hogyha elkezded és befejezed, amit ígérsz magadnak, megfogadsz magadnak, azt végigcsinálod, és már rég tudod, hogy nem vagy tökéletes, már rég tudod, hogy csak azon az alapon tudod igazából végigvinni, hogy hétszer elbuksz, nyolcszor fölkelsz. Ezen az alapon meg lehet csinálni. De úgy, hogy trillalat, rallala, én vagyok a kis tökéletes nagy tével, ez nem megy. Ez nem megy, és minél hamarabb rájössz, hogy ez nem így van, annál jobb. Most innentől kezdve a Tao Te Ching az kincs lesz, nem csak olvasmány, mert ott van az erőkifejtés, a D, tehát energia, és a Tao, mint út, mint információ, mint tudatosság. Tehát az energia és információ együtt. Az út iránya, és az úton való haladás erőfeszítése együtt. Az emberben, a test és a lélek együtt. És ahhoz, hogy ezt jól lásd, ahhoz kell az a tudatosság, amelyet itt ebben a darma teremben is ki tudsz fejleszteni, a zennel is el tudod érni. Úgyhogy akarni mindig kell, sőt, nagyon fontos, hogy az akarattól tartózkodni is tudjunk, tehát a nulla vektor, amikor itt ülsz a csí labdádnak a tetején, és úgy érzed, hogy bármit megtehetsz, de mégsem. Bármit elgondolhatsz, de mégsem. Bármilyen érzelmi világba belefeledkezhetsz, és jól érez, tetheted magadat magaddal, de mégsem. És megmaradsz ebben a tiszta, tükörszerű, térszerű állapotban, és engeded a tudat folyóján lefolyni a karmádat. Tehát a nulla akarat vektor, tehát az, hogy itt vagy, és bármit megtehetnél, de mégsem, ez az alap. Mert akkor ebből lehet nagyon finoman indítani, azt az akaratot, amire tényleg felteszed az életedet, amiben hiszel, akikben bízol, és akkor ez így megy. Nem csak Schopenhauer tartja az akaratot nagyon fontosnak, és nem csak a keleti tanítók többsége mondja azt, hogy igen, a karmád egymásra rakódása kirajzolja azt az utat, ami felé te tényleg akarsz menni. Nem amit mondasz magadnak, vagy amit hirdetsz magadról, hanem amit tényleg csinálsz, amerre tényleg mész. Azok az állomások, akár válság, akár boldogság, állomások, amiket tényleg bejársz, mert ez rajzolja ki az életet. Tehát az irányvétel a legfontosabb, ezt tanította a nagymester, és ennél jobbat nem is lehet, nem találtam. A technika másodrendű. De az, hogy milyen irányba mész, milyen koordinátákat veszel föl, mit akarsz, kit akarsz, kiket akarsz magad körül, az az igazi kérdés, és ezeket nézd meg, nagy részünk nem válaszolja meg mélységében. Ugye, vagyunk. Megkeressük, ami kell, van egy kis pénz, van barátság, vannak gondok, vannak papírok, vannak teendők, vannak tárgyak, de igazából mére nem megyünk le, mert úristen, mit, ta, mit találunk a kékszakáló várában Úgyhogy aki lemer menni, akkor az a bátorságot és az akaratot párosította. És a tisztaságot és az együttérzést, az egyéni erőkifejtést és a csoportos orientációt, a felelősségvállalást, azt is párosította. Úgyhogy nagyon nagy munka a helyes akarat kidolgozása, körülbelül olyan, mint amikor egy kardot egy életen keresztül kovácsolsz. Én meg szeretném kérdezni azt, hogy miért van az, hogy ilyen haláleset, ilyen fordulópontot hoz az életünkbe, mert ez mindenki életébe? Mert együttérzésen keresztül valahol ám mi is átéljük. Tehát akik közel állnak hozzánk, barátok, családtagok, esetleg ellenségek, akikkel együtt tudtál létezni, az is egy közelség, csak negatív közelség. Azoknak a halála azért csap meg, mert tudod, hogy te lehetsz a következő. Tehát a közös karma az úgy megszólal, megkongatja a harangot. És láthatsz olyan életeket, ahol 40-50 évet együtt leéltek házasságban, és meghal a férfi, és pár hónapra utána megy utána a nő, holott volt. Igen. És ezt láthatod teljesen más környezetben, a darmában is, szerzetesek, akik gyakoroltak 50-60 évet együtt, és nem mindig egy zenteremben, de hát az egyik itt volt, a másik ott volt, szezonról szezonról találkoztak, darmatestvérek voltak, stb nagyjából hasonló életkor, nagyjából hasonló darmakor, és az egyik megy, és pár hónap, esetleg fél év, egy év, és megy utána a másik is. Tehát ezek azok a lélekkapcsolatok, amelyek mutatják, hogy egy, nem magad miatt születsz meg. Hozod a kis hátizsákodat, de egy csomó mindenki már ott van, és te ugrasz bele a mátrixba, hogy na, akkor most én jövök, jövök segíteni, friss, erős, stb. 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 Ez is nagyon fontos momentum. És ugyanígy megyünk. Tehát már ő sincs itt, ő sincs itt, ő sincs itt, ő sincs mi dolgon? Visszlát. Úgyhogy ezek a lélekcsaládok, ezek a lélekkapcsolatok, ez a csoportkarma, ez rendkívül fontos, és meglátni azt, hogy te ebben a hálózatban milyen helyet foglalsz el. Van egy ilyen mondás, hogy aki a darmát gyakorolja, annak a rokonsági foka Hetedíziglen megkapja a darma erényeit, ha felismerik és be tudják fogadni. Van, aki közvetlen családjában nem tudja elfogadtatni a gyakorlatot, és van, akinek az egyik távoli barátja hirtelen évek után felveszed. Te figyelj, láttalak, mit csinálsz, de jó, és, be, és leül mellé a darma teremben. Jó? Tehát ez a hetedíziglen egy képletes dolog, csak nem mindegy, hogy egy. Hálózatban, ugye, a lélekkapcsolatokról beszéltünk, te megemelsz egy hálószemet, és mindenki, aki csatlakozik hozzá, az veled együtt emelkedik, vagy pedig rossz karmával húzod le, akkor te vagy a probléma, akkor te kívánsz figyelmet, akkor veled kell foglalkozni, téged kell látogatni állandóan, itt, ott, neked kell mindig kölcsön adni, stb. stb., mert te vagy a probléma. Mint a fekete lyuk, ami behúz mindent. Vagy pedig szupernova, és akkor adja a fotonkészletét, amit, amit tud. Jó? ha van lélekcsalád, tehát van ilyen, hogy magyar karma. Óvatosan, és... jaj, nagyon óvatosan ez a magyar tarkával te. Tehát van olyan, hogy csoportkarma. Akkor csoportkarma. Hagyjuk így. Tehát azért, mert azon nyomban valami izmus lesz belőle, és ne. Tehát mi a magyar karma, hol van a határa, tehát mekkora a területe, mik a paraméterei, mitől magyar valakinek akar, és mitől, ne menjünk bele, óriási, azt mondom, aknamezőre tud lépni az ember ezzel. Fordíts meg, kik azok, akikkel valódi lélekkapcsolatot, közösséget érzel? Akikkel tényleg egy húron tudsz pendülni? Na, az a csoport Nem határozható meg címkével, országhatárral és egyébbel, de legyünk lojálisak a családunkhoz, legyünk hívek a nemzethez, legyünk hazaszeretőek, ez mind fontos, csak ismerjük fel azt a karmát, ami ebben ténylegesen van, és ne fizessünk elő különböző szólamokra, négy szólamra, nyolc szólamra, meg ilyet. Tehát ne fizessünk előre. Jó? Tehát az lett volna a kérdésem, hogy lehetséges-e az, hogy legközelebb egy másik nemzetiségűként szülessek újjá, hogyha itt én magyarokkal vagyok körbevéve, és akkor velük van egy csoport karmám. De hogyan lehetséges, hogy én legközelebb japánként szülesek? Hát úgy, hogy megpödröm a bajszomat, azt oda megyek. Úgy. Vagy lehetséges ez? Lehetséges. Tehát mennyire ragaszkodsz, mennyire azonosulsz azzal a képpel, amit itt most szükségszerűen viselsz, mint magyar ember, magyar nő. Tehát, ha látod azt, hogy ezt a karmát a tudat teremti, akkor teljesen szabadon és felelősség teljesen bánsz ezzel a karmával. Nem a te szerető, nem szerető tudatod fogja eldönteni, hogy hová születsz újra. Tehát azt mondja, hát kicsit túl sok a disznóhús ebben a kultúrában. Hát szülessünk oda valahova, ahova nincs ennyi disznóhús, és akkor lepottyansz valahova közel-keletre, ahol nincs ennyi disznóhús, de olyan agresszió van, hogy ez borzasztó. És így, hát tényleg, de itt lőnek. Tehát nem esznek biztos, de itt lőnek, és ez nem jó. Ha a saját, ugye eléggé korlátozott, szeretem, nem szeretem, választó, ítéletalkotó, én csináló tudatodat követed, akkor olyan elképesztő eredményekhez lehet eljutni, hogy ez páratlan. És nagyon-nagyon furcsa dolgok történnek meg, hogyha magadban nézel, akkor a tárháztudat jó pár ilyen identitás tárol. És ezeket néha visszanézni, hogy hogy a rücsökbe csináltam. Tehát hogyan akarhattam azt akkor, amiből az lett, ami. És nem jövünk rá, hogy most ugyanazt csináljuk. És valami nagyon-nagyon bombasztikusat és zseniálisat akarunk magunknak erre az életre és a következő életre, és amikor visszanézed, akkor ugyanilyen abszurd lesz, ugye, mint az összes többi, amit már láttál. Megint csak nem magadért akarj csak egy bizonyos jó helyzetben újra születni, hanem Tedd fel úgy a kérdést, hogy hol van dolgom? Hol van dolgom? Oda megyek, ahol dolgom van. De te választod meg, hogy milyen dolgod van. Tehát a nagy kozmikus pályaválasztási tanácsadóban van egy első lap. Az első lapon az van, hogy a búthiszatva foglalkozás sosem lesz munkanélküli. Akármilyen formában is add elő, sose leszel munkanélküli. Ezek után fellapozgatod a pályaválasztási tanácsadó többi fejezetét, és azt csinálsz, amit akarsz. De a címlapról ne feledkezzünk meg. Tehát, ha te úgy döntesz, hogy eléred a felébredést, és segítesz minden lénynek, akkor minden inkarnációban pontosan oda mész, ahol ezt végrehajthatod. Ezt a karmát gyűrted magad alá, szépen be a tantienedbe. Tehát amilyen karmát felhalmozol, amivel azonosulsz, olyan bika hátán ülsz, és arra mész. Tehát, hogyha valaki fegyverkereskedői karmát halmozott fel, életről életre, amíg ezzel azonosul, amíg így ismeri önmagát, amíg így szereti önmagát, amíg így gyűjti a barátokat és az ellenségeket, tehát ez a duális viszony áll fönt közt és a világ közt, ezt a felületet mutatja magának és másnak, fegyverkereskedő, hogy pontosan olyan inkarnációkat gyárt le, ahol ezt újra tudja csinálni. Miért? Mert ezt az identitást vitte tovább. Tehát ez választod a kérdésedre, hogy van, aki nagyon sokszor újra születik egy adott kultúrkörben, van, aki pedig vándor. Egyik helyről megy a másikra. És mind a kettő elfogadandó és respektálandó. Egyikben sincs sem jó, sem rossz. A kérdés az, hogy hogyan használod a megújuló ciklikus karmádat egyik és másik szerepben. Tehát merre mutat az akaratvektor, mi az irányvétel botiszatva úton nincs olyan irány, hogy valaki megmondta neked, hogy mi a tuti. Azt az ember fölismeri. Ezért van óriási szerepe mondjuk a négy nemes igazságnak, ahogy hallottuk, a nemes nyolcrétű ösvénynek, tehát azoknak a törvényszerűségeknek, amelynek a blokjaiból összeáll a darma maga. És csak te tudod felismerni annak a fontosságát, hogy a felébredés útján járj, és segíts minden lénynek. Más nem tudja felismerni, mivel ennyire autonóm, ezért nem is nagyon szokták támogatni kívülről. Neked kell rájönni. Aztán vannak olyan környezetek, ahol ezt gyakoroljuk, és ahol ezt támogatjuk, ahol az emberből tényleg ki tudjuk hozni egymás segítségével a legjobbat, de ahogy hallottad, ebből kevés van. És ha már rátaláltunk, akkor segítsük, támogassuk, hogy ez meg is maradjon, sőt, fejlődhessen. A karma se játék. Vigyázz, hová lépsz. A felhők fölfelé szállnak az égbe, a folyók a tengerbe folynak. Jó? Hát nekem az első kérdésem így most az, hogy um, hogyan látod te, vagy van-e lehetőség arra, hogy például az előző inkarnációkra ránézni? Van-e ennek értelme? Vagy um, van-e olyan, hogy egy adott ponton, amikor elérsz egy olyan fejlődési minőséget, ez önmagától megtörténhet, tehát ez, ez hogyan van? Ez úgy van, hogy amikor meditációval foglalkozol, és engeded, hogy a tudat folyója szépen hozza és vigye a karmát kvantumjait, amikor egy olyan energiaszintet és tisztaságot érsz el, akkor ezek spontán megjelennek, és el is tűnnek. Tehát ami fontos a korábbi identitás élményekből, ami vagy nagyon pozitív volt, vagy nagyon negatív volt, és ebben az életben az utad miatt tudnot kell, az a felszínen jön, és spontán kvázi bekapcsolódik a, a játékba. És ha valaki nem gyakorol, akkor nem jön fel. Miért? Mert nem bírná el. Tehát vannak ilyen különböző utaztató társaságok, meg megyünk vissza előző életünkbe, meg, meg hasonló. Nagyon sok ebből a kellemetlen tapasztalat. Tehát van, aki teljesen jó keresztül megy rajta, mert érdeklődik, meg kíváncsi, meg kivótam. A butha nagyon világosan megmondja, hogy semmi értelme ennek, semmi haszna nincs. mondja, szóval, hányféle éves nézet van magasztos kérdezés, azt hiszem Ánanda, mert Ánanda volt az állandó gondolkodó. Annyira jó gondolkodott, hogy amit Butha tanított több mint 40 éven át, azt mint a mint a digitális rekorder fölve. Tehát az ő emlékezéséből írták le a szutrák nagy részét. Először szájhagyomány, memóriatechnik, és utána leírták. És megkérdezte, hogy magasztos, mi a, mi a téves nézet? Azt kétféle téves nézet van. Az egyik, mi voltam, mi lehettem előző életemben, életeimben. A másik, hogy mi leszek, mi lehetek következő életeimben. És akkor magasztos, mi a helyes nézet, hogy mi vagyok most ebben az életemben? Mit csinálok most ebben a pillanatban? Fogjuk föl kockázatként és mellékhatásként, gyógyszerészt nem kell megkérdezni, ez hogy mi történik akkor, amikor a meditációban az előző életet egyik nagy, gyönyörű arcképe megjelenik, vagy egy rusnya dinoszaurusz arc, vagy egy szép dinoszaurusz arc, ugyanaz, mint az összes többi tapasztalattal. Jön és megy. De amiért meg kellett jelennie, az is világos. Kiegészült valami, ráláttál valamire, egy belső karmikus megoldatlanságra lehet, hogy pont az a tapasztalat volt a válasz, és megyünk tovább. Tehát, ha az ember nem tudná lezárni a születéssel az identitás réteget, azt a fajta identitás küszöböt, amely fölött én vagyok, és ami alatt ott van a tudattalanom, ha ezt nem tudnák lezárni, megkattannánk. És aki felelőtlenül visszamászkál és nyitva hagy kapukat, az hasad személyiséggel és többszörös identitással együtt él. Mert nem tudja megkülönböztetni magát a mostani személyiségétől, illetve amely az előző inkarnációiból szépen beszivárgott a tudatosságába, mert nyitva hagyott egy-két kaput, és akkor egyszerre ő ö, mészáros, kedves nővér, politikus, ö, bognár, takács és egyebek és ez az egyszerre élő sok-sok identitás, ez tudathasadáshoz vezethet. Ezért van az, hogy nagyon sokszor, hogyha a gyakorló már eléggé érett, eléggé erős és eléggé tiszta tudatú, akkor ezek az élmények spontán jönnek, megtették a dolgokat és mennek. De nem szabad azonosulni semmivel sem, ami így megjelenik, engedni kell eltűnni, semmi életalkotás, sem magamhoz ölelgetés, semmi mi nincs, mert akármit csináltál a múltban, ide jutottál. Ez van. És amit most csinálsz, az a jövőnek az áloga. Tehát ezért kell nagyon megfogni a pillanatot, elképesztően erősen. És az embereknek a múltba és jövőbe szakadt tudata olyan erős, mint hogyha két kúpot így a csúcsával egymásra állítaná. Tehát annyira gyenge a pillanat, mint amilyen labilis két kúp, vagy a csúcsával egymásra állít, és hatalmas egy múlt tudatosság van, és hatalmas nagy jövő tudatosság van, általában az ítélet a múlt felett, és az aggodalom a jövő miatt. És amikor elkezdesz gyakorolni, akkor ez a pillanat, mint tudatosság, ez szépen elkezd tágulni körré, egyre nagyobb kör lesz belőle, egyre stabilabb vagy a pillanatban, és a kúpoknak a talapzatai szépen közelednek egymáshoz. És amikor a pillanat teljessé válik, akkor a múlt, a jelen és a jövő teljesen egységben van. Ekkor látod be azt az alaptanítást, amit az Avatam a útra ír, hogy ha meg akarod tapasztalni a világegyetem természetét, akkor lásd úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Gyémánc más szögből ugyanez, a múltra, jelenre és jövőre tagolt tudat nem érheti el a felébredést. Tehát Ebben a pillanatban látni kell a múlt, a jelen és a jövő teremtett voltát. És az, hogy a múltat nem tudod újraírni, nem tudod újraértelmezni, nem tudsz kijelölni húsz írnakot, hogy új, írják már újra azt a történelemkönyvet, és arról a fotóról töröljék már azt az arcot. Na, ilyen csak a bizonyos médiákban van, de a tudatban, a valódi karmikus tárászban nincs. Nem lehet. Viszont a viszonyod megváltozhat az egészhez. Tehát, hogy hogyan viszonyulsz a múlthoz, az gyökeresen megváltozhat, és változzék is. Nem megyünk vissza a múltba, nem megyünk előre a jövőbe, ezt a pillanatot úgy éljük meg, hogy nem projektálunk semmilyen jelent magunk köré, szóropisztolyal valami szebbet a tükörre, nem. És akkor ez a pillanat előbb-utóbb megajándékoz a teljesség élményével. De ehhez, ehhez dolgozni kell. Miért ülünk ennyit? Miért éneklünk ennyit? Miért vagyunk csendben? Miért tartjuk az energiát a tantiemben? Ezért, hogy egyszer ez a teljesség legalább a tiéd legyen, és mindegyikünk. Nagyon sok esettel találkozol. Én is ugye idejöttem, ez már egy kicsit nem éppen személyes, ugye én is idejöttem nem éppen egy könnyű témával, egy elég jó súlyossal szerintem. És azt érzékeltem rajtad, hogy valahogyan ugye kritikus volt és nehéz a helyzet, de valahogy engem inkább az érdekelne, hogy hogy lehet egy ilyen helyzetet azzal a könnyedséggel kezelni, amivel te is és a társad is kezeltétek, hogy, hogy valahogy mégsem nyomott meg benneteket. Mert hogy ez érdekel, mert ugye magamra is fel tudnám használni, hogy ha még nehéz helyzetbe kerülök, akkor ne kerüljek egy ilyen eszméletlen mélypontra, hanem valahogyan, hogy lehet ezt másként kezelni, vagy... Egy kis műhelytitok. Az együttérzés nem egyenlő az azonosulással, a bölcsesség nem egyenlő a gondolkodással. A megoldás keresése nem egyenlő az aggodalommal. Tehát, ha elhiszed a saját sztoridat, akkor a rabja vagy. Hogyha segítek neked nem elhinni a saját sztoridat, és azt meghaladni, akkor segítettem rajtad érdemben. Tehát, hogyha valaki beleakad ilyen nagyon-nagyon szövevényes, mondjuk szederindákba, Igen. tüskés nagyon, szedtél már szedret, gondolom. Igen. És valaki a sövény túloldaláról elkezdi ordítani, hogy tüskés, tüskés, vigyázzá! Akármit mozdulsz, megszúrod magad. És minél jobban fáj, annál nagyobb a pánik, és annál többet mozogsz, és annál jobban megszúrod magad. Tehát ha van egy trauma, minél többet gondolkodsz rajta, annál jobban magadba gyömöszölöd, magadba szúrod az egészet. Minél inkább érzelmi reakciókat adsz rá, annál inkább elgyengülsz, annál jobban folyik a véred. Tehát hogyan tudlak kihozni a sztoriból úgy, hogy ne reagálj rá. Hogy lásd, de ne legyen reakciód, ne legyen dualisztikus viszonyod úgy, hogy itt tartalak a jelenben, és itt tartalak a pillanatban, akármilyen áron. És ez az oka a könnyedségnek, ugyanis nem lehet, állandó tamtamveréssel, riasztó lövésekkel és ordítozással kihozni az illetőt a szederindák tüskés bozotjából, hanem szépen kinyitok két indát, és azt mondom, hogy itt az út, erre szépen ki lehet jönni. Balra mész, megszúrod magad, jobbra mész, megszúrod magad, és akkor nekem kell bekötözni. És végül is hogyan jutottunk el idáig? Egyrészt a zen eredetileg ezt nagyon jó kimondja, tehát a tanítás nagyon világos, de ez rengeteg hibát kellett elkövetni, hogy ez nagyon stabil legyen, és hogy bebizonyosodjon, hogy tényleg ez a helyes. Mert az ember néha úgy együttérző, hogy elkezd azonosulni együttérzésből a másikkal, mert érzi, hogy ennek óriási ereje van, és beszippantja. Vagy elkezd úgy bölcsességet gyakorolni, hogy rágyártja az elemző tudatosságot, ki akarja dolgozni a megoldást, egy térképet akar adni, meg ilyesmi. Az évekig ment, hol sikeresen, nagyon-nagyon ritkán sikeresen, és akkor is az illető, mivel nem lett szellemileg visszahullott egy idő után, vagy pedig túl lett gondolva, túl lett érezve a dolog, és akkor meg már teljesen hanvába volt, és, és mindenki energiát vesztett. Tehát a csend az nem elfolytás. A gondolat nélküliség nem korlátozás. Az azonosulás hiánya nem hideg leválasztódás. És ezt nem csak te, ezt mások is, akik ugye a tanítást ilyen érette formájában tapasztalják, ezt érzik. És egy idő után megtanulják értékelni, hogy nem vesztünk bele a narratívába, nem teremtettük újra a drámát, de nem vagyunk együttérzés hiányával, és nem, nem alkotunk ítéletet, mert ugye a kerék az fordul körbe, ebben az inkarnációban te jöttél hozzám, lehet, hogy a következőben én megyek hozzád. Nem lehetetlen keményen gyakorolsz, a következő életben a tanító nem leszel. Milyen jó ez. De mi van, ha többet nem akarok visszajönni? van -e erre lehetőség? Van, de én majd hívlak. <síns> Végig lehet -e csinálni úgy egy kiolcsét, hogy különösebb változás nem történik? Nem. Kizár dolog. <síns> Tehát nincs olyan kölcsi, hogy valami váratlan, valami tényleges házi feladat, amiről azt hitted, hogy szóhú, huh, már rég kész, hogy ez meg ne jelenjen. Biztos. Ha nem a drámateremben, akkor odakint. Ha elkezdesz gyakorolni minden kétséget kizáróan, szembe kerülsz a megoldatlanságaiddal, vagy belül, vagy kívül, vagy mindkettő. Ezért gyönyörű a darma, mert vállaltad azt, hogy szembenézelő magaddal, a világgal, az egésznek a működésével, hát akkor hajrá! És akkor szembenézel mindennel. Tehát nincs olyan, hogy lefutott ki, olcsia, nincs olyan, hogy végülöd, még 26 után sem. Tehát olyan meglepetések tudnak jönni, és nem csak tanítványok formájában, hanem csináld a gyakorlat, és azt mondja, de jó, te, ezt életeken keresztül lehet tolni, úgyhogy soha nem unod minden alá van vetve a változás, feltételez kötöttség és tökéletlenség per befejezetlenség törvényszerűségének. És ez egy gyönyörű. Ha ezt a három törvényszerűséget az oldaladra tudod állítani, az gyönyörű, mert ez, ez az, amitől haladunk az úton. Nem az igazi önvalód állandótlan, a karmád az. A személyiséged az természetesen helyzetfüggő, kapcsolatfüggő, és a többi. De az, ami látja ezt, az minden körülmények között működik. Tudunk teremteni tökéletesnek látszó dolgot, ami utána így elporlad, és ott hagyhatsz valami tökéletlent, amiből valami gyönyörű lesz, csak azért, mert nem nyúltál hozzá. Úgyhogy, ha ez a három törvényszerűség elkezd úgy működni, hogy te belesimulsz ezeknek a mechanizmusába, és az irány az tényleg az, hogy haladjuk meg a dualisztikus karmánkat, érjük el a felébredést, és ezzel segítsünk másoknak, akkor nem tudsz veszteni. Nyerni se, de veszteni se. Nincs mit. De ha mondjuk feljön valami meditáció alatt vagy közben, akkor ugye azt mondjátok, hogy azzal ne foglalkozzunk. Ne Néha azt mondom, hogy ne foglalkozzál vele. Tehát a gyakorlat számít, hogy mondjam a mantrát és. Igen, így van. És utána De... gyere be az interjú szobába, és old meg a kohant. Ne csak azért mondd a mantrát, mert az olyan békés meg, megjósolható meg. Egy idő után biztonságérzetet nyújt. Nem azért. Hanem azért, mert bejössz, és megoldod a kohant. És följebb lépsz. A tudatosság egy magasabb szintjére lépsz. Ez fontos. De van olyan, hogy valaki jól végzi a gyakorlatát. Van. van. És a kónokat meg tudja oldani, vagy van olyan, hogy valaki nem végzi jól, és még se tudja maga. Van tűnik. olyan, hogy valaki annyit kételkedett már önmagában, hogy teljesen ellehetetlenítette a saját gyakorlatát. Láttál ilyet? Ne ellenőrizd a gyakorlatot. Csináld. A kóant végképp ne ellenőrizd, arra vagyok én. Jó? Tehát... Csak tedd, És nyeresség és veszteség tudatta nélkül gyere be a, az interjú szobába, és próbál megütni egy nagyot. Nem kézzel, tudattal. Jó? Tehát Jó, de... nem alkotunk magunk fölött ítéletet azért, mert egy koant nagyon jól átvittünk, vagy éppen nem vittünk át már mennyi? Két és fél éve. Tehát teljesen mindegy. Küzdjél! Bízva, bízza az is kell, de küzdjél. Nem küzdesz, nem törekszel vége. Tehát a Buddha nagyon keveset mondott, amikor már tényleg 80-x éves korában kapott egy olyan ételadományt, amitől itt a működés leállt, és ahogy mentek, már látta, hogy nem fognak odaérni, és oroszlántartás lefeküdt, és szerzetesek ott voltak, és magasztos, mond ki az utolsó nagy tanítást, mond légy világos, világosíts meg minket, itt látjuk, hogy ebben a testben itt vannak az utolsóják Szerzetesek, lángban áll a világ, törekedjetek fáradhatatlanul. Snit. Ennyi. Most a lángban áll a világ szerintem neked ismerős. Akkor törekedjél fáradhatatlanul. És... Aki már átment, akkor na, ne kuncogjon. Te is nagyot küzdöttél vele, igen? Lehetséges az, hogy valaki be tudjon téged csapni a kóanokkal? Úgyhogy, hogy a, a kóanokat nagyon jól tudja. Lehet, de magát nem tudja becsapni. Külső tanítót be lehet csapni. Senki sem tökéletes, a külső tanító sem, nagyon a furt vagy, be tudod csapni. És akkor be, becsaptad magadat is, a tanítódat is, és ezt egyszer csak visszajön és csalódtál. Tehát nincs tökéletes bűntény. Miért? Mert én tudom, hogy elkövettem. Azért. De és honnan látjátok, hogy valaki jól végzi a gyakorlatát? Az lehetséges, Magyar? hogy mi. Most nem tudom, kire gondolsz még, de a lényeg az, hogy. Tehát se, és én sem mondunk ítéletet mások gyakorlata felett. Segítjük a gyakorlatát. Nem az, hogy jól vagy rosszul végzett. Tehát, hogyha szétszórt vagy, mondom azt, hogy szedd össze magad elmentél múltba, jelenbe, jövőbe, gyere vissza a pillanatba. De nem mondom azt, hogy jó, gyakorolsz, vagy rossz szó. Felesleges. Halálesetekről volt szó. Az én körömben is sajnos már több öngyilkosság is történt, és mindig hosszú ideig foglalkoztatott. És az lenne a kérdésem, hogy aki megfosztja önmagát az élettől, ott látszik-e valamilyen ilyen séma, vagy hogy fogalmaztál, motivum? Mintázat. Mintázat. Van ahol igen, van ahol nem, és megint két szélsőséget említenék. Az egyik az, amikor ugye kegyes halál, tehát van három-négy hónaptól kezdve egy másfél évig egy teljesen ágyhoz kötött vagy végállapotban lévő betegnél az életből. Tehát olyan idő, amit biztos, hogy szenvedésben és biztos halállal tölt el. És hát ilyenkor az embernek szerintem joga van azt mondani, hogy nem leszek gépen, nem fogok még másfél évet kemózni, vagy, vagy mit tudom én mennyit átétek sora van, én döntöm el. Ezt én nem tartom öngyilkosságnak, ez a szabad akarat gyakorlása egy olyan helyzetben, amikor már teljesen világos. Orvos mondta, a másik orvos mondta, és teljesen egyértelmű, hogy nem fog fölgyógyulni, és fájdalomban, szenvedésben, egyébben fogja eltölteni ezt az időt. Tehát akkor dönthet. Dönthet úgy, hogy végszenvedi, dönthet úgy, hogy korábban megy, és ez joga van segítséget is kapni. A másik szélsőség az, amikor, és ez egy szerzetes testvéremnek a, a bátyával történt meg, ez az ember egy profi matematikus fizikus volt, és gyroszkópokat gyártott a Boeingnak, ilyen különböző harci gépekben, ez a Boeing nem csak utasszállítókat gyárt, és ezek a gyroszkópok mutatták a repülőgép pontos helyzetét, akármilyen sebességgel ment, egy háromdimenziós helyzet meghatározó automatika, ami hát így, ahogy elmondom, már bonyolultnak hangzik, de ezt meg, megépíteni, működésbe hozni, beilleszteni, az elég komoly tudás. A csákó egyedül élt, szeretők voltak, család nem volt, gyerek nem volt nem volt hitelkártya adóssága, nem volt részletfizetés, nem volt jelzálog, minden tiszta pucparádéba párhuzamosan a cipők az előszobában, tiszta tükör a fürdőszobában, öltönyök sorban bent a szekrényben, megírt gyönyörű kézírással egy búcsúlevelet, és fölbelőtte magát. És megkérdezték szungszánszanyomot, főleg ugye az öcs, ki másfél évig egy szobában, Ször, mi, mitől volt ez? Hogy volt ez? Semmi baja nem volt, semmi gondja nem volt. Előtte volt az élet, és még azt sem hogy nem akart semmit, tehát hobbizott, ment vitorlázni, ment ide de egy tök jó élete volt. És azt mondta erre Sung hogy sok életen keresztül ugyanezt csinált, tehát mindig ismétli. Elér egy bizonyos pontot, már belül valahol valami megszakad, már nincs akarat, már, már nem akar tovább lépni, és akkor egyszer csak mindent lezár, és puff, vége. És ez nem a figyelemfelkeltő, ez a valódi. És vannak azok a figyelemfelkeltő, vagy ugye menekülő esetek, amiknek a nagy része újraélesztéssel és továbbéléssel végződik, mert a lélek valójában nem akar menni, csak a személyiség ilyet meg valamitől, valakitől. És akkor általában segítséget kér, figyelemfelhívó aktus van, és azt, azt meg is szenvedi a környezete, de általában ezekből, hogyha ha a statisztikákat nézed, 90% visszajön, mert a lélek megállítja az utolsó marok gyógyszer előtt a túladagolást, vagy nem szúrja be olyan mélyen, vagy valami hasonló, vagy, vagy nem meri a végén meg, mert valójában nem akarja, csak, csak pánik van, tehetetlenség van, segítségkérés, bezártság van, nem tudja lekommunikálni egyebek, és akkor ilyen kísérletek vannak. Egy biztos, amit ebben az életben te nem végeztél el, az a következőre marad. Azért bontottam ki ezeket az eseteket, hogy lásd, hogy nagyon sokféle van, és mindegyiket tisztán kell látni. Akárhogy mész el innen, amit identitásként magaddal viszel, az a következő életben leszületik milligramra pontosan. Tehát nem tudsz karmát fönt hagyni. Tehát amit lehozol, az mind a korábbi életek, olyan tapasztalata, amihez duális kötődésed van, pozitív vagy negatív, akarom, nem akarom, én, nem én. Ez a fajta duális kötés az, ami az identitást összerakja ezekből az élmény És ennek egy része tudatos, aminek tudatosnak kell lenni ahhoz, hogy mint indulókészlet elinduljál vele a leszületéskor, és a nagy része tudattalan, miért? Mert egyrészt, ahogy mondtam, megkattannánk, hogyha minden tudatos lenne. Kettő, ami tudattalan, azt nem tud elrontani. Az ott van, az ketyeg, az várja a megfelelő környezetet, és súgy megjelenik, mihelyt a stimulust megkapta. Jó? Egy inkarnáció nem csak azért értékes, mert ott vannak a szeretteink, meg egyebek, hanem azért, mert ha már egy realizációs praxisba belefogtál, akkor üveghangra ki kell húzatni. És ugyanígy a hosszú élet nem azért fontos, mert 116 évesen is még szeretnénk tévét nézni, mert akkor már biztos unalmas, hanem azért, hogy tudatosan egy inkarnációt tényleg a legnagyobb ívben realizációs praxissal tudj megtölteni. Hogy minél kevesebbet vigyél át kényszerként a következőre, hanem inkább lehetőségeket, és erényeket vigyél a következőre, nem pedig házi feladatot, feldolgozatlanságot és, és egyebet. Köszönöm szépen, értem. Ezen a ponton szeretnék feltenni egy kérdést, hogy miért csináljuk mindezt. Néha, néha felmerül bennem, hogy uh, mi itt formálisan, itt küzdködünk, meg törekszünk, uh, van, aki pedig megismétli ugyanazt a hibát akár életeken keresztül, de hogy mi az egésznek az értelme, és ez uh, Ténylegesen foglalkoztat, mert ö, nem teljesen értem, hogyha ebben az életben ö, vagy tudatosan hántoljuk le magunkról ezeket a ragaszkodásokat és identitásokat, vagy pedig nem tudatosan, de így is úgy is háncsolódnak hán le rólunk, ö, hogy mi az értelme ennek? Miért ne? Tehát ar arra szeretnék egy picit még talán rákérdezni, hogy. Ö, vannak olyan tanítások, vagy vallási em, hagyományok, és hogyha jól tudom, és jól idézem, akkor akkor a, a védák, tehát nem csak keresztény hagyományra gondolok, azok az életet egyfajta gyönyörnek nevezik meg, olyan módon, hogy az Isten szemléli önmagát ezt a gyönyörű... Hát... Apro, apró betűt olvastad? <laughs> hát ott van az is, csak a lap alján. Nem. Szóval nem, nem mindig értem, hogy... De nem is kell, annyit értettél már most. Mi lenne, ha nem értenéd, csak látnád, és cselekednéd, és úgy tapasztalnád? Azt szeretném megkérdezni, hogy hogy ez így rendben van, és helyese, és ö, ilyen értelemben az Isten, vagy az univerzum igazságos-e? Mert ha nem, akkor, akkor pedig milyen ti, káosz uralkodik a, az a... Univerzum jósága, meg igazságossága, ezt a ezt gyorsan felejtsd el. Azért tanít minket a természet, mert a természetben nincs jó vagy rossz, igaz vagy hamis. A természet működik. És mi is valahol meg kéne látni, hogy mint ember, nem mint állat, hanem mint ember hogyan működünk, hogyan működhetünk. Mit jelent az, hogy embernek lenni? Mit jelent az, hogy erre a bolygóra születni? Mit jelent az, hogy százmilliárd galaxis látni, de egyikbe se elmenni? Tehát mit jelent az, hogy valódi emberi lét? Na most itt a teológia már bukott, Buthológia is bukott, minden ológia és izmus bukik, olyan bölcsességgel, ami nem gondolkodás alapú, olyan látás, ami tapasztalat alapú, és mégis meghaladja a jelenségvilágot. Én ezt tudom javasolni, és leegyszerűsödik az élet. Nem csak magad, a mások számára is, és ezeket a, ezeket a vaskos, optimista, de alaptalan előfeltevéseket, hogy az univerzum ilyen, vagy olyan, vagy egy Isten van, vagy több, vagy egy sincs, ezeket gyorsan felejtsük el. Miért? Ezek alapvetően részigazságokra épülnek a legjobb esetben, de nagyrészt hamisak. Tehát a Buthának tettek fel olyan kérdést, amire a hallgatással válaszolt. Az egyik kérdéskör, hogy az univerzum az véges vagy végtelen térben és időben. Tehát a térben az egyik, az időben a másik, igen, nem, mindkettő, egyik sem, ez már nyolc. Az ember születése, az kezdettelen és végtelen, vagy pedig véges, ez is négy, és az Istenek azok magunk hitéből léteznek, vagy pedig a mi hitünktől függetlenül léteznek. És erre hallgatással válaszolt. Én sokkal, de sokkal együttérző vagyok. Én elmondtam neked, hogy miért hallgatott a butha, hogy ne, ne, éhes gyomorra feküdjél le aludni. A téma, amivel hozzád jöttem, egy olyan téma, amihez Rajtad kívül, tehát az utolsó hajszál voltál az utolsó hajszálon. Már az sincs meg. Itt van. Az utolsó hajszálon múlott, hogy rátaláltam. A keresztények közül senki nem szólt hozzá. Még ismerek nagyon spirituálisan inspirált egyéneket. Ők sem szóltak hozzá. Ö, lényegtelen, hogy kik. Tehát én se szóltam hozzá, ha megfigyelem. Jó. Ö, a lényeg az, hogy hogy van az, hogy félelemmentesen, mert engem a leginkább ez fogott meg, hogy félelemmentesen kezeltél egy ilyen témát, és egyedül te, akkor, ha nem hozzászóltál, de annyira megoldottad, hogy most még itt vagyok és úgy, hogy a lába mérje a földet. Szeretném egy kicsit kiterjeszteni az erénykörét. Nem én oldottam meg, az összes szellemi felmenő oldotta meg. Tehát ebben a helységben több évszázadnyi hagyomány jelen van. Nem általam, általunk. Mindenki által, aki így gyakorol. Az én dolgom az, hogy teljesítsem az én feladatomat, igyekszem. És innentől kezdve, hogyha ez segített neked, az nagyon jó. És azért nem elemzem, hogy a hatás az tartósabb legyen. Említetted, hogy a hasznossá kell válni, mert ugye, ha nem vagy hasznos, akkor haszontalan. Ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy itt mondjuk a elvonulás során, hát ugye mindenki mestere lesz abban, hogy így a másik ember hibáját azt így mindenki nagyon jól látja, meg hát én sem vagyok ettől mentes de ugye csöndbe kell lenni, tehát hogy nem szólunk a másikhoz, meg hát miért is szólnánk hozzá, hogy nem javíthatjuk ki a másik ember karmáját, ez az egyik része a kérdésemnek. A másik, hogy, hogy, hogy igazából nem is érdekel engem annyira így más ember olyan szempontból, hogy így igazán nagyon. Tehát, hogy most mit csinálják, hogy oda menjek hozzá, és akkor... De csak saját magadat érdekled, így van? A kérdésem az az, hogy mit jelent hasznosnak lenni, és ez most nem ilyen elméleti, hanem tényleg az én életemben mit jelent hasznosnak lenni, vagy mi a gyakorlás értelme, és ezt meg is pendítetted egyszer egy interjún, hogy ugye miért jöttem ide, és nem ilyen koan style hanem hogy tényleg miért jöttem ide, és ugye az a válasz, a helyes válasz, hogy minden lényért, és ez is ugye már elhangzott ma, de hogy nem tudom, itt egy légy, hát most igazából... Nem érdekel, hogy itt van, meg hogy nem hiszem, hogy rá hatása van a gyakorlatom. Tehát, hogy hogy lehet ez. <laughs> Esetleg azt tudom elkezdeni, hogy így nyugisabb ember leszek, vagy ilyesmi, és akkor legalább nem okozok problémát a világnak. De öm, tehát hogy, na, nem látom hogy ennek a hasznát, vagy ilyesmi. A kérdésedből kiderül, hogy nagyon jó körülmények között élsz, és nincsenek mely problémáid. Persze, különben, ezt már beszéltük is. Igen. Különben a darma hasznossága, vagy fontossága, vagy a gyakorlat hasznossága jobban kiderülne. Tehát egy 95%-os életet, ugye 98%-ra fölemelni, úgy tűnik, hogy annak nincs sok értelme. De mihelyt nem a légyről, hanem a másik emberről kezdesz el gondolkodni, a családról, a párodról, vagy a jövendő párodról, akkor egy kis tartalékot érdemes bekészíteni ahhoz, hogy te jó férj, jó apuka, és később elviselhető regember legyél. Amikor nem magunkért végezzük a gyakorlatot, akkor tényleg nézzünk körül jól, és lássuk meg azt, hogy ki mindenki van a karmikus mátrixunkban, abban a kapcsolati hálóban, abban a lélek közösségben, akikkel mindenképp kapcsolatban vagy. És ő rajtuk jobb tudatminőséggel nagyon sokat tud segíteni. Az én tapasztalatom az, hogy mihelyt valami az emberben egy picit kinyílik a világ, azonnyomban nagyrészt tudattalanul igyekszik lerabolni, és hogy be beszippantja azt a kis extra nyitottságot, azt a kis toleranciát, azt a valamit, ami kezd megnyilvánulni, mert hú, ez nekem is kell, és ott van, ő meghallgat, ő türelmes, ővel ezt lehet csinálni, és, és érted? Tehát amikor a gyakorlat fokozatai azok ugye, túlmennek ezen, és uh, látod, hogy még ezt is meg lehet haladni, akkor természetesen saját centeredben, saját felelősségedre, saját szabadságfokot érsz el. Ez rendben van. És nem foglalkozunk mások hibájával, mert tényleg felesleges. De meglátod a gyakorlatnak azt a nagyon magas rendű értelmét és hasznát, amitől egy egyén bótisztatva lesz. Tehát a világban megjelenő, megvilágosodott, tudatot hordozó lény ez a bótisztatva. És akkor a gyakorlat végtelen. Már rég nem rólad van szó. Te csinálod, de rég nem rólad van szó. Én kívánom, hogy jöjjön el ez az állapot, és vállald el azokat az érzelmi kölcsönhatásokat a világgal, amelyek ezt kinyitják. Tehát, hogyha az érzelmeink nem elég nyitottak, akkor nem tudjuk ezt átérezni, és akkor megmaradunk egy kicsit semleges, kicsit leszabályzott, de ebben egy érdektelen világban. Azok a szenvedélyek, azok az érzelmek, azok az emberi benyomások, amelyekkel annyit küzdünk, amelyek akkora terhet szoktak jelenteni, amelyektől annyira szabadulni akarunk néha, kiderül, hogy pont ettől vagyunk emberek, pont ez a legnagyobb üzemanyagtartály, és az egyetlen egy feladat az, hogy atombomba helyett atomerőműként használt föl ugyanazt a karmikus hasadóanyagot de ez be kell indítani a láncreakciót. Azt szeretném kérdezni, hogy a, a remetékkel mondjuk akkor mi a helyzet, mert... De te nem vagy remete. Nem vagy remete. Nem vagyok remete formailag, de... Önálló szabad nagyon... szobád van, odahaza, de nem vagy remete. Ne foglalkozzál remetékkel. Azért kérdezem ezt, mert látszólag akkor hogy olyan emberek, akik nem lépnek kölcsönhatásba a világgal. Ez nem így van. Vagy nagyon minimálisan. Akkor... Nem így van. Nem azon a síkon lépnek kölcsönhatásba. Egyszer, hogyha nagyon szeretné remete életet élni a darmával, egy szóló elvonulást, egy itt megcsinálhatsz. És akkor kiderül, hogy olyan sávszélességgel kapcsolódsz a világhoz, hogy az páratlan. Az emberi az ilyen nagyon keskeny társadalmi konvenciókból összegyúrt valami vé fog változni, de ami megnyílik fölül meg alul, az valami elképesztő. Nem elszigetelt a remete, csak nem vesz részt a társadalomban olyan konvencionális módon, mint a többiek. Lehet, hogy nagyobbat segít, mint aki ott lent ugye, egy a sarat. Először tapasztald meg, mi az a remete élet, ami nem az elszigetettséget jelenti, hanem a magányos gyakorló egzisztenciáját, és az egész világgal, az egész világegyetemmel élő kapcsolatban van. Ha elrontja, akkor elszigetelődik, de akkor nem is bírja a remete életet, akkor viszontlátás. Akkor hirtelen megjelenik valaki, vagy valami a remete kapu előtt, és akkor az gyorsan kirepíti onnan. Én a biztonságról szeretnék kérdezni, vagyis a biztonság érzettől, hogy miért ezt választjuk a szabadság helyett. Mi, mi, az a félelem, vagy miért, miért nem merünk a valós szabadságot felvállalva élni? Miért a biztonság az, amit inkább választunk? Azért, mert talán az életből legelőször a a hiányt vesszük észre. Tehát a, legelső sírásunk az légszomj. A többi sírás az anyahiány, tejhiány, kajahiány, később egyéb sírásaink és hiányaink vannak. És a hiányban jelentkezik minden, ami mulandó és feltételhez kötött és, és tökéletlen. És pont ezt szeretnénk, mint tapasztalatot, kiiktatni. Tehát a biztonság mindaz, amely a túlélő, szaporodó, és teremtő ösztönt azt ugye szépen támogatja. Birtoklót is. Tehát amikor ez a három nagy ösztöncsoport számunkra jól működik, meg sokszorozó teremtő, birtokló és túlélő, akkor a biztonsági zónánk megvan. Minden, ami ennek a meghaladása, az ezen ösztöncsoportok kiélésének a bizonytalanságával jár. Tehát a vándor népek azok nem nagyon tudták, hogy a következő éjszaka az hol lesz, nem tudták, hogy a vadászatból mennyi vad lesz, nem tudták, hogy a következő vízforrás hol lesz. És most a jelenlegi helyhez kötött materiális civilizációnk szempontjából elképzelhetetlenül intelligensek voltak hogy merre menjünk vadászni, hol legyen a szállás, hol legyen víz, hol verjünk sátrat, hogy tárgyaljunk a többi vándortörzsel. Elképesztő. Tehát amikor ezt a biztonsági zónát elhagyod, akkor következne be valami, ami több, mint a feltételhez kötött, ismert személyiséghez kötődő szabadság. És pont ekkor veszted el mindazt, amit egyébként magad alá gyűrtél hosszú évek vagy évtizedek alatt. És ezért van az, hogy komoly spirituális tanítók, és Mingyu Rinpoche például az egyik, akit itt, itt távolról is tisztelek, nem találkoztam veled, de azért olvastam egy pár dolgát, és néztem egy pár tanítását. Négy éve egy óriási nepáli kolostornak volt a apátja, de több ezer fős támogatósereg, és legalább száz bent lakó, több száz fős retreatek, workshopok, tehát az, nagyon ment, és nagyon-nagyon komoly minősége van. Ez csak a legközelebbi tanítványi körnek elmondta, hogy Látjátok ezt átizsákot? Ezzel fog tovább menni, ne keressetek. Viszlát. És elment vándorútra. És azt hiszem, hogy olyan egy másfél évig nem tudtak róla semmit. Talán egy-két tanítvány volt az, akinek egy-két ilyen pityenetet küldött, hogy életben vagyok, semmi több. És utána elkezdett így a vándorlás közben valahol néha megállni és tanítani, de semmi több. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos a, a yang, a maszkulin, a mozgó, a vándor, az útkereső élet, és a yin, a biztonsági zóna, a helyhez kötött, a megállapodott, a kialakult, ennek az egyensúlya. És ha meglátod, akkor, akkor a materializálódott társadalomban nem az a baj, hogy csak anyaghoz kötött, hanem pont ez a biztonsági zónához köti az embert ezer szállal, mindenféle érdekviszonynal és kényszerrel és ennek a feloldása már szinte lehetetlennek tűnik, és ekkor van az, hogy egyszer csak eltűnnek úgy emberek, hogy senki nem rabolta el őket, hanem egyszer magukra vették a hátizsákat, és mennek, és az a jó, hogy nem tudják, hogy hova mennek, és az a szabadság, hogy nem tudják, hogy a következő héten mit esznek, hol lesznek, kikkel lesznek. Tehát, ha innen figyeled, akkor a régi szanyasin élet, ami Indiában nagyon bevált volt, az, hogy a családalapítás, az első szülött fiú felnevelése, annak kiházasítása és egyebek, ez 40-50 éves korára az illető férfinak véget ért, és ezek után felvette a fehér ruhát, és elment kolduló szerzetesként élni. És akkor már a szellemi síkot járta, és volt, amikor visszatért az utódok egy-egy házába, de általában nem tért vissza már. Akkor már úgy járt az úton, hogy befejezte a társadalmi kötelezettségvállalását. Jó, nézzük meg, hogy mikor van szükség a biztonsági zónára, mikor jó megpihenni és menedéket venni valami földiben, legyen az emberi anyagi, és mikor kell magunkra venni az izsákot és menni az ismeretlenbe, mert a léleknek az kell, hogy átforgassa a karmáját, és járjon az úton, és tapasztaljon újat, kitegye magát veszélyeknek, kockázatoknak, és a többi, és közben a szellemi irányvétel nem mozdul, nem változik. Nagyon örülök, hogy nem mozduló, és világos tudattal együtt ültünk ma este, sőt, az ezt megelőző majdnem három hónapban. Kifejezett öröm, hogy együtt gyakorlunk és együtt teszünk erőfeszítést a felébredett tudat elérésére, az összes érző lény megsegítésére ezen a bolygón, ebben az életben, és talán a következőkben is. Köszönöm szépen a figyelmet!